van, amiért ez állt össze bennem. Egy romantikus mese és népszínű. Csaba Királyfi történetét hozta el Győrbe az országgyűlés alelnöke, Lezsák Sándor a napokban a KDNP helyi szervezetének meghívására vendégeskedett a Széchenyi Egyetem apácai karán, hogy személyesen ajánlja az olvasók figyelmébe legújabb kötetét, ami alig két hét alatt született meg, másfél évtized feljegyzéseiből. Attila Isten kardja című rockoperát még a 90-es évek elején Szörnyi Leventével írtuk meg, és akkor gyűjtöttem egyre több anyagot. Nem csak Attiláról, a nagykirályról, hanem a fiáról, Csabáról. És ezt követően az elmúlt két és fél évtizedben több ezer kis cédula gyűlt össze. És esztendővel ezelőtt. Aztán azt mondtam, most már meg kell írni, és két hét alatt kézzel megírtam. A szerző, mint híradónknak elmondta, azért választotta Attila fiát, Csaba Királyfit főhősének, mert szerinte ő ma is ott él a magyarság tudatában. Lezsák Sándor kíváncsi volt rá, hogy mi történt vele, miután édesapja meghalt. Ezt a mítoszt vetette papírra az író, aminek minden mondata mögött tények, állítások vagy cáfolatok vannak. Nagy reménysége volt a Honvédségnek, és ezt követően ő mindig Királyfi maga. Századok múltán is királyfi. És ő ezt valahol érezte, hogy ő máshol nem lesz nagy király, de ott volt benne, és ott kellett, hogy legyen benne az a tudat, hogy a maradékok őrzik azokat a mítoszokat, legendákat, történeteket, eszközöket, jelképeket, amelyek megtartják a népét. Akit érdekel a történelem, annak olyan korszakai, melyekkel eddig keveset foglalkoztak, annak mindenképpen érdemes elolvasni Lezsák Sándor könyvét, Csaba Királyfi meséjét.